Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és egy újdonságot szeretnék bemutatni a dán dalból gyártól, ez pedig egy láncos tárcsa. Ez egy a Power Chain, a Dalbo Power Chain 800-as típusú láncos tárcsája. Jelenleg egyedül ebbe az egy méretbe készülnek ezek a láncos tárcsák. A gépnek a munka mélysége, ez igen sekély művelésre szolgál, ez ilyen 2-5 cm. Különlegessége a gépnek egyébként, hogy maguk a tárcsák, azok felszerelhető, pócsúlyozhatóak, felszerelhetőek ilyen pócsúlyokkal, ezeknek darabja 2,4 kg. Tehát közel 7,5 kg pócsúly felszerelhető egy-egy tárcsatagra. Ez biztosítja azt, hogy biztosan belemenjen a talajba. Magával a géppel többféle műveletet tudunk végrehajtani, tehát egy a szár aprítás, egy talajegyengetés, gyomírtás, tehát ezek a sekély művelésnek a feladatai, illetve, mint ahogy ezen a gépen itt látszódik is, vetőegységgel felszerelhető. Ezen a gépen ráadásul ez a vetőegység, ez egy 500 literes tartállyal rendelkező vetőegység, tehát apró mag kijuttatására alkalmas. Ez a vetőegység izobuszos, tehát itt van az izobuszos csatlakozója is, és emiatt precíziós gazdálkodás pályázatra is adott esetben ez a hatalmas gép beilleszthető. Magának a gépnek a munkaszélessége a nevéből is adódóan 8 méter, elől támasztó kerekek segítik a munkamélységnek a beállítását. További különlegesség a gépnek, ami a piacon jelenleg egyedülálló, hogy hidraulikus maga a maguknak a tárcsa soroknak a feszítése. Egy-egy ilyen tárcsa soron egy olyan 31-34 darab tárcsa van 40 fokos szögbe beállítva, és összesen 132 tárcsa van az egész gépen. Maga a gépnek a tömege az több mint 5,5 tonna. Tehát azért egy elég nehéz gépről beszélünk. Szállítási szélesség az 3 méter, szállítási magasság az pedig 3,6 méter. Ha körbenézzünk, a hátsó tárcsasoron nem látunk súlyozást. Ez azért is van, mivel az első sor az belement a talajba, utána a második tárcsasor az már csak egyenget. A gépet üzem közben föl kell tölteni a hidraulika rendszert megfelelő nyomásra, azt elől a mérőóra mutatja, azt meg fogjuk nézni, és ezek a hidroakkumulátorok segítik tartani a nyomást, illetve a láncoknak a feszességét, még olyan esetben is, amikor kopik a tárcsa. Mivel maguk nem csak a tárcsa, hanem itt a kapcsolatok is. Tehát ez nem mechanikus láncos, mint a konkurensek, hanem hidraulikus feszítéssel rendelkeznek. Ezek az oldalsó támaszok, ezek a gép csukásánál segítik, hogy fixen álljon a maga a tárcsasor, vagy láncsor, illetve hogyha itt előre nézünk, akkor pedig itt írja is, hogy 170 bárra kell feltölteni a rendszert. Tehát azért olyan traktort kell a gép elé kötni, ami azért nem olyan rossz a szivattyúja, tehát egy viszonylag jó hidraulika szivattyúval rendelkezik. Maga a teljesítmény igénye ennek a 8 méteres gépnek nagyjából olyan 220-250 lóerő. Amennyiben tetszett a gép, kérem, keressék fel területi képviselőinket, illetve kérjenek bővebb információt, vagy keressenek bővebb információt a
www.szeganap.hu honlapunkon. Nézzék meg a gép nyitását, csukását, zárásképpen a videó folytatásaként. Köszönöm a figyelmet!